A pedál hosszúságától és szélességétől függ, hogy mennyire hangosan lehet játszani a lábgéppel. A pedál felületének a kialakítása pedig abban játszik szerepet, hogy a slide technikát akadálymentesen alkalmazni tudjuk. Másik fontos szempont, hogy teli vagy osztott talpas pedálról van szó, hiszen ezek a sarok fent vagy lent technikát segítik elő. Az első lábgép osztottalpas volt. A lábgép hátsó tengelye után, ahol a pedál végződik, egy sarokrészt alakítottak ki. Egyszerű volt és túlságosan kicsi. A saroklen technikát kívánta segíteni. Ezt a kialakítást hamar felváltotta a teli talpas pedálok gyártása, ahol a hátsó tengely a sarokrész alatt volt elhelyezve. Ezek a lábgépek csak a sarokfen technikát támogatták, ami elsősorban a hangos játékot segítette elő. A hátránya itt a dinamikában rejlett, mivel nehézséget jelentett a dobosok számára a játék. Az 1936-ban megjelent korszak alkotó Ludwig Speed Kinget nem csak nyomorúgóval szerelték fel, hanem egy lehajtható sarok is, lehetőséget kínálva a gyors hangos játékra vagy a választékos dinamika használatára. Végül a lídi jött rá, hogy a saroklen technika alkalmazásához a saroknak alátámasztásra van szüksége, hogy a vékony lábhajlító izmokat tehermentesen aktivizálni tudjuk. Így született meg a Lídi XL lábgépe 1940-ben, amivel lehetségesé vált a dinamika magasfokú kihasználása. A 2000-es évek elejére a dobosok játéka jelentősen felgyorsult és hangerőben is megerősödött. Új lábgépre volt szükség, amit a DW valósított meg az 5000-es lábgépe átalakításával. A pedáltálcáról eltávolították a sarokrészt, és a hátsó tengelyt kihelyezték a pedáltálca szélére. Ez lett a longboard, ezáltal meghosszabbodott a pedál, amire még nagyobb erőt lehetett kifejteni, így hangosabbá vált a játék, könnyedén lendületbe lehetett hozni ezt a modellt, ami a metáldobosoknak további határok feszeketésére adott lehetőséget. A DW az 5000-es longboard lábgépét 2012-ben továbbfejlesztette. A hosszabb pedálhoz hozzáadták a sarokrészt, megszületett a 9000 XF lábgép, amivel már minden megvalósítható volt. Sarok fent, lentechnika elősegítette a lehető legdinamikusabb, leglendületesebb játékot, továbbá kedveztek az átlag feletti lábmérettel rendelkező dobosoknak, hiszen a klasszikus lábgépek 43-as cipőméretig kényelmesek. Köszönöm, hogy velem tartottál az 1 plusz 4 részen át, és ne felejtsd el megnyomni itt a feliratkozás gombot, hiszen a lábgép eredetét, történetét és fejlődését már ismered, így elkezdheted a lábtechnikádat fejleszteni, mert ritmus nélkül az élet tévedés volna.